A GPS a hegyekben nem tud útvonalat tervezni, úgyhogy nézzük is meg, hogy hol vagyunk. Fogalmam sincs, hol vagyok. Valahol azon a felén van ott a kereszt, de nem lehetett megállni, irdatlanul szűk utak voltak. És itt találtam egy ilyen placot a szűk utak mellett, az út még megy abba az irányba lefelé. Erre pedig látszik a tó. Elég világosnak tűnik innét. Na csak meg leszünk, csak meg leszünk. Hát igen. Ez könnyűnek tűnik. Az igazat megvalva, azon kívül semmi nincs benne, mint hogy full izomból kell menni végig, mert nagyon meredek. Végül is útbaigazító táblák, pihenőhelyek, rengetege vár. Átnézzük, hogy merre tovább. Kibaszott sok a bogár. Na ez élőben tényleg csodaszép. Az ott a Balaton, ott meg az ilyen félszigetek. A Badacsonyi félsziget, vagy nem tudom. Azt azért komolyan hihetetlennek tartom, hogy az ember eljön túrázni egyet az erdőbe, és bazd meg, füstszag van. Fasza, igen, erről a lépcsőről jöttünk, ez volt az a fárasztó. A rózsakő az egyenesen a dzsumbújba van, azt kihagyjuk. Ebbe az irányba van a kőkapu és a kilátó. Az jó, az játszik. Viszont van itt még egy táblánk, ez kicsit komplexebb. A Randler kereszt az 400 méterre van, és nem mutatja, hogy merre érted. Vagy ez mi? Ja nem, onnan jöttünk, Tördemic. Az most lényegtelen nekünk. Káptalantói, meg a kisfaludi kilátó. Mi? És az mi volt? Hát arra is az van. Most ne basszál ki velem, erre menjek? Vagy erre? Hát mindenhova ugyanaz van írva. Tudjátok mit, már csak azért is elmegyek arra, mert az ott olyan, mint a mennyország. Nem, amúgy ott van a tó. Nem lehet, hogy valaki elforgatta ezeket a táblákat? Hát elvileg ez lenne itt az a Randler kereszt. Lehet, hogy ez itt volt még régen. De most már csak két pad van. Errefelé meg gyönyörűen belátni a nagy tavat. Hát, ha tényleg itt volt, akkor tök fölöslegesen jöttünk el ide. Kidőlt fák, semmi egyéb. Nagyon régen elpusztulhatott már az a kereszt innét. Azt nem tudom, hogy ezt a rengeteg fát, amit itt kivágnak, ezt miért vágják ki, vagy hová viszik innen? Innen nem tudják csak úgy simán levinni. Vagy így a kőkemény emberek csak így megfogják a vállukon, és így egy darabot visznek órákon át, mire leérnek vele. Nem túl kifizetődő. Hagyhatnák élve inkább azokat a fákat. Wait, what? Az egy tisztás. Csekkold már. Na ez lesz az a kereszt. Az előbb nem jó felé mentem, vagy csak tovább kellett volna jönnöm. Hát igen. Na jó. Akkor jelentem, hogy felértünk. Ez kurva jó. Gratulálok magamnak. Na ez a kilátás lenyűgöző. Azt hiszem még Svájcban voltam abban az E-betűs helyen. A sztorikban látszik meg Instán. Ott volt ilyen szép kilátás. Konkrétan belátni mindent. A falvak, a házak. Mi az a kék? Az valami virág. Ha levendulát ültettek. Ott pedig... Ott krúzol egy hajó. Hát ez szabad szemmel tényleg lenyűgöző. Hát igen, itt fent a világ tetején, vagyis a megye tetején, az óriás keresztnél... Oh, wow. Tényleg magas, baszki? Milyen szar ez a telefon amúgy? Na, alakul. Jutalom paprika time. Lényegében a paprika szünet után pár perc sétára át is értem ide a kilátóhoz, ez talán egy ősrégi várom lehet. A kilátás az számottevően nem tér el. Szemben a Fonyódi dombság látható, két csöcs. A város pedig ugyanaz. Itt lent, meg hát... Oké.
Szóval nem tudom, ha esik az eső, addig itt lehet üldögélni. Hát találkoztam egy csávóval, aki Izraelből jött, és az erdőben aludt. Nézegettük a mobilneten, hogy van-e szállás lehetőség, de hát mind nagyon drága itt a környéken, ugye ez a Balatonnak az északi partja. Úgyhogy azt mondta, hogy ismét az erdőben fog aludni. Azért kemény, hogy Izraelből csak így repülőgéppel eljött ide, és csak így mászkál, és az erdőben alszik, és jön, megy a nagyvilágba. Döbbenetes. Összességében az a kilátó az, hát hogy is mondjam, csalódás volt, mert semmi nem változott a kereszthez képest, csak a kereszt helyett egy leromosodott ócska építmény volt, ugyanazzal a kilátással. Úgyhogy most kezdetét vettük a jutalompaprika után visszatalálni a kocsihoz. Fuck yeah! Azért a természet csodái itt is lenyűgözőek, és ezt nem így építették ki. Ezt az Isten építette, ezt a hidat nekünk. Nem működik a mobilnetem, de találtam egy egész jó kis házat az erdő mélyén. Cabin in the woods. Mondjuk azért itt lakni. Kicsit helyre kéne hozni, tenni rá normális ajtót meg ablakot. Friss levegőnben élnéd a mindennapjaidat. Belegondolni is jó. Ért, amikor már ilyen félig meddig emberi beavatkozások nyomait látni, az már egy kicsit megnyugtató. Innét már nem annyira fogsz eltévedni, mint amikor csak így a minden szarom mész keresztül. Már fel, hogy nem képes bazd meg harmadszorra se fölvenni az a szar geci telefon. Na, innét jövünk lefelé. Itt vagyunk a Hertelendi Ferenc emlékműnél, és az egyetlen egy dolog, ami eszembe jutott, hogy jó helyen vagyok már, azért, mert innét szoktunk feljönni, és eszembe jutott egy régi, nagyon régi emlék erről a területről. Amikor még kicsi voltam, mi jöttünk már ide fel, és tudom, hogy azon az úton le lehet menni a kocsimig, vagy legalábbis egy aszfaltos útig körbe, hát a Badacsonyi strandhoz fogunk érkezni a legvégén. Na most, már nyilván nem ezen, mert ez sehova nem vezet, hanem amit az előbb mondtam azon. De ez egy nagyon fasz a kilátó itt. Lenyűgöző. Nézd már, én erre a helyre is emlékszek. Ez a lapos kő. Mit csinál? A rózsakő. Hát ezt a kis szart hívják úgy, hát nem tudom. Oké. Oh, finally! Oh my god! You were waiting for me, right? Ah, god. Home again.